Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte Magyar Kanizsa Szent István nap és új kenyér ünnepét. Szombaton délelőtt vette kezdetét az ünnep, amikor a Szent Őrangyalok templomban Szent István király tiszteletére misét tartottak, melyet dr. Zapletán Géza esperes plébános celebrált. Szent István király a magyar és az európai történelemben is kiemelkedő alak tiszteletére a Barátaim című Kenyeres Ivánka gyűjteményes kiállítása is megnyitotta kapuit a Dobó Tihamér galériában. Összesen 73 festményt tekinthettek meg. Szerintem a Szent István ünnepe az a legnagyobb és legszebb ünnep mindig a községünkben, és én eddig mindig próbáltam valakit elhozni Kanizsára. Most meg azt ajánlottam, hogy ha esetleg érdekesnek találják, én szívesen megmutatom, mit jelent az képzőművészeti vagy kulturális gazdagság. És én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogyha ezt a mai napot a délelőtti misével együtt szebbé tettem azoknak az embereknek, akik szeretik a kultúrát, akik rendszeresen részt vesznek a kiállításokon, akik mellettünk van, és akik szeretik a mi városunkat. A képkiállítást követően az Art Café teraszán a kiskunhalasi Lórántfi Zsuzsanna kamarakórus csodás dallamai csendültek fel. Magyar Kanizsa önkormányzata augusztus 21-ére is komoly programsorozattal várta a város község polgárait. Miközben a fő utca kirakodó vásárral kürtös kalácsütőkkel telt meg, addig a Szent Őrangyalok templomban szentmisét tartottak, ahol megszentelték az új kenyeret, majd átvitték a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomba, ahol szintén megáldották. Természetesen a szervezők a legkisebbek szórakoztatásáról is gondoskodtak. Ölbéli játékokat játszhattak, valamint a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény, az Oromizengő Tájház és a Tisza Néptánc Egyesület tagjai izgalmas gyermekprogramokkal készültek. Kézimunkás programokkal jövünk, és akkor a gyerekeknek kedvezünk, kifestőkkel sergőforgót készítünk, van karláncfűzés, pillangófestés. Melyik a legközkedveltebb számukra? Szerintem a kifestő. Egyértelműen a kifestő. Tehát az a kedves, úgyhogy választhatnak a gyerekek nekik tetsző motivumokat, és akkor azokat festik ki. Hogy valójában ki is volt Szent István, kivel harcolt és miért? Mindezekre a történelmi kérdésekre kaphattak a kicsik válaszokat, ugyanis az Oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület báb előadásában közelebbről is megismerhették Szent István történetét. Sokszor fölteszik azt a kérdést, hogy ugye ugyanazzal szerepelünk? Hát én szerintem ilyenkor nem szerepelhetünk mással, ugye, mert maga adja a témát ez az ünnep, és ez a báb előadás, ez tényleg annyira közel hozza a gyerekekhez ezt a nehéz történelmi nagy tananyagot, hogy egészen szépen elsajátították, és sokkal könnyebben megtanulták, mint hogyha most ültünk volna tanterembe, és kimondottan csak ugye olvastuk volna tankönyvekből. Az egész napon át tartó gyermekprogramok egyik legizgalmasabb pillanata az volt, amikor a magyarországi Apacuka zenekar színpadra lépett, akik legismertebb dalaikat hozták el a kis apró cseprő közönségnek. Nagyon-nagyon sokat készültünk a mai napra. Hetekkel ezelőtt már elkezdtük ezt a játékot és munkát, hiszen meghirdettünk egy rajzpályázatot a gyerekek számára, hogy az Apacuka dalaira készíthessenek alkotásokat, amiket
szeretettel vártunk, és meg is érkeztek, és el kell mondjam, hogy gyönyörűek. Egytől egyig ezeket válogattuk tegnap, és szeretnénk ma díjazni azokat a gyerekeket, akik részt vettek ebben a játékban és munkában. Ez a dal, ez meg is fog szólalni a koncerten. Egyébként meg alapvetően szeretnénk, hogyha az egész interaktív előadás nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is megmozgatná. Szeretjük, hogyha a szülők ugyanúgy boldogan, mosolyogva táncolnak, tapsolnak, mint ahogy a legkisebbek legalább. A gyermekek előszeretettel tapsoltak, ugráltak és élvezték a körülöttük lévő zsongás-bongást. A zenekar által kihirdetett rajzpályázatra összesen 104 remek kis alkotás érkezett. A koncert után a gyermekek egy kis csomagot vehettek át a beküldött rajzaikért cserébe, és mint az is kiderült, az összes rajzocska látható lesz majd az Apacuka zenekar klipjeiben. Jó ebédhez szól a nóta, vagyis a déli óráktól bárki elkölthette ebédjét a főtéren, hisz a vendéglátósok bőséges ital és ételkínálatról gondoskodtak. Viszont lehetőség adódott vattacukor fagyi vásárlására is, de mindazok, akik csak nézelődni szerettek volna, ezt megtehették, hisz színesebbnél színesebb kézzel készített, egyedi portékák közül is válogathattak az érdekeltek. A községi művelődési egyesületek szórakoztató műsorral színesítették az ünnepet. Községünk települései kicsik és nagyok egyaránt színpadra álltak, és közös fellépésükkel tették szebbé az ünnepet. Az új kenyér ünnepén természetesen a legszebb kenyeret is megválasztotta a szakmai zsűri, melyre 3 kategóriában lehetett benevezni. A legszebb kenyérért járó díjat az egyéni kategóriában Zsoldos Attila nyert el, míg a profi kenyérsütők közül a Bratyapék vehette át a legjobbnak járó díjat. Civil szervezetek és egyesületek által sütött kenyerek közül a Magyar Kanizsai EU-Point Egyesület cipója bizonyult a legszebbnek. Az egyesületen belül tevékenykedő emberkék ötleteként adódott ezt, hogy próbálkozzunk a versenyen, és így született meg ez a kenyérsütés dolog. A legszebb kenyérért járó díj kiosztását követően lépett színpadra a 2015-ös Megasztár győztese Tolvaj Reni, aki magyar és angol dalokat adott elő. Minden egyes tehetségkutató, hát a tényleg, ahogy mondtad, hogy a legjobb ugródeszka egy művésznek, így tudsz a leghamarabb érvényesülni, és így tudsz leghamarabb olyan dolgokat elérni, amit egyébként egy ilyen, hogyha nem mész egy ilyen versenybe, akkor az nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sok ismertség kell hozzá, meg nagyon sok pénz is, ugye? És hát igazából, amióta Megasztárba vagyok, azóta tényleg azt csinálom, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy azt csinálhatom minden nap, amit a legjobban szeretek. Szent István király gondosan ügyelt a magyarok szokásaira, hagyományaira. Figyelt arra, hogy a nemzetkincse ne csorbuljon meg. Volt ereje és bátorsága, hogy döntéseket hozzon, és hogy merjen változtatni, mondta Fejsztámer Róbert magyar kanizsai polgármester köszöntő beszédében. Első István volt történelmünk utolsó magyar nagyfejedelme, és egyben az első magyar királya is. A keresztény magyar állam megteremtőjeként nem csak a magyar, hanem az európai történelemben is kiemelkedő helyet tölt be alakja és életmű. Az az életmű, melynek egyik legfontosabb eleme az első magyar törvények meghozatala volt. Azért ugyanis, hogy a megszerzett területeket egyben tudja tartani, szabályokat kellett lefektetni és törvényeket bevezetni. A kereszténység megerősítésére az egyházi tulajdon védelmére törekedett, védte a magántulajdont, megszervezte a királyi udvar adminisztratív rendszerét. Megkezdte a pénzverést és kivetette az első adókat. Megreformálta az államigazgatást. És mindezt annak a célnak a szolgálatában, hogy otthon teremtse a nemzet számára. Egy olyan otthont, mely biztonságot ad, mely megvéd a támadások ellen, s amely a fejlődésre, gyarapodásra is lehetőséget ad. Ma, itt a Magyar Kanizsai ünnepen
fejet hajtunk ezelőtt az ezer éves alkotás előtt, és ez az a pillanat, amikor eszünkbe kell, hogy jusson a tény, hogy bizony voltak népek és országok, melyeket már csak a történelemkönyvek lapjairól ismerhetünk, mert az évszázadok folyamán megszűntek létezni. Nemzetünk pedig, ha nem ugyanabban az országban, de itt él és ápolja ezt az örökséget. Szent István király napja a magyar nemzet egyik legnagyobb és legszebb ünnepe. A nemzeti ünnepet 1771 óta ünnepeljük, tisztelettel emlékezve az 1083-as székesfehérvári szenti avatásra. A magyar közösségek ünnepléséhez Magyar Kanizsa község is évtizedekkel ezelőtt csatlakozott. Megőrizve, ápolva és átörökítve a hagyományt. Ahhoz viszont, hogy ünnepünk ne csak a külsőségektől szóljon, fel kell elevenítenünk azokat az értékeket, melyek Szent István nevéhez, uralkodásához fűződtek. Az ünnepi beszédet követte az új kenyér felszeletelése. Megkérem a Hajdút, hogy lépjen a színpadra, és a nép nevében vegye el az első szeretetet. Azoknak ajánlom fel, akik a szülőföldjüktől távol kénytelenek élni. A harmadik szeretkenyeret pedig azokért, akik már nem lehetnek közöttünk. A köszöntő után, miközben a polgárok is megkóstolhatták az új kenyeret, az Újvidéki Káosz civil szervezet animátorai szórakoztatták az egybegyűlteket, majd színpadra lépett a legjobban várt sztárvendég. Nagy számú közönség vártam, nagyon sokunk fiatalként megismert és még a mai napig érdekes szófordulatokat használó Geszti Pétert és együttesét. Hiába akkor és az idő múlása, a magyarországi énekes remek hangulatot varázsol. A zene ugyan a legnagyobb szerelmem, és az, ami igazán szabaddá tesz, de emellett azért nagyon sok minden van, amit életemben kinéztem magamnak, mert egyszerűen érdekelt, vonzott. Mindig azt kerestem egész életemben, hogy mi az, ami szórakoztat engem, mi az, amiben jól érzem magam, mi az, amiben van önkifejezés, és mi az, amit mások számára is érdekessé tudok tenni. Azt szoktam mondani, hogy én alapvetően azzal foglalkozom, hogy hatást gyakoroljak az emberekre. Ez lehet dal műfaj, ez lehet egy musical. Éppen most fejeztük be Dés Lászlóval a Pál utcai fiúk musicalt, amit ősszel mutatnak be a budapesti Víg Színházban. Lehet egy nemzeti vágta szervezése, lehet egy arckiállítás, lehet egy kommunikációs kampány, sok minden lehet. Azt szoktam mondani, hogy az én fejemben egy szoftver van, ami sokfajta hardveren lefuttatható. És ezek között számomra a legfontosabb a zene, de kétségtelen, hogy amit ma fogunk itt játszani, annak a nagyobbik része az új zene lesz, új szövegek, mindaz, amit ma érzek és gondolok, arról, hogy szeretnék élni, és arról, hogy nem szeretnék élni. A Szent István is új kenyér ünnepet vasárnap este ünnepi tűzijáték zárta.